Az akusztikus zene és hangszerelés él, ez minket is újra életre kelt, vagy a Hungarikum együttes mindkét tagja. Igaz volt ez rájuk csütörtökön este is, amikor a Gesztenyés udvarban örvendeztették meg a nagy létszámú közönséget kiváló művészetükkel. Kremnicki Géza és Takács Mudris Anett népdalokat, egyedi dallamvilágot, különleges hangulatot hozott el nekünk klubkoncertjük keretében. A két művészt a kezdetekről és közös munkájukról is kérdeztük. Két különböző típusú, és akkor még beállítottságú, más beállítottságú ember felfedezte egymásban azokat a kapcsolódási pontokat, amelyekkel létrehozható egy olyan szellemi érték, hogy azt érdemes kibontani, és aztán elkezdtünk erre figyelni. Én megtalálom az Anettban azt, amit én szeretek benne, ő megtalálja bennem azt, amit én szeretek. Ezeket a tulajdonságokat mindig a közös együttműködésre fordítják az együttes tagjai. Én nagyon szeretek a Gézával közösen dolgozni. Igazából barátságon alapul a mi közös munkánk. Szerintem máshogy nem is lehet megformálni a dalokat. Időt szánunk rá, együtt vagyunk, együtt eszünk, beszélgetünk, igazából mindenről is tudunk beszélgetni, és hát a legnagyobb egyetértésben, megértésben születnek igazából a dalok. A klubkoncerten népdalfeldolgozások, istenes énekek, vers megzenésítés várta a zenekedvelőket.